A betlehemi békeláng őrzése és átadása egy szolgálat. Különös jelképe van, miszerint Isten közel van hozzánk és szeret bennünket, mondta Farkas Zsuzsanna, a Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség alelnöke. A betlehemi békelángot 1986 óta minden évben elhozzák Betlehemből, repülővel szállítják Ausztriába, Bécsbe, és Bécsbe történik a Világ Cserkész Szövetség által rendezett eseményen a békelángnak a szétosztása. Immár 1989 óta a magyar cserkészek is részt vesznek ezen az eseményen. A bácsfeketehegyi ünnepségen igét hirdetett Orcsik Károly adorjáni katolikus plébános is. Minden közösségben ez nagy örömet jelent, hiszen tulajdonképpen bekapcsol minket. Bekapcsol minket mondjuk így az egyetemes kereszténység közösségébe, a közös imádság megerősít bennünket, ahogyan egy-egy közösség tagjait. Az Ószövetségből választott részletekkel köszöntötte az egybegyülteket Orosz Attila, bácsfeketehegyi református lelkész. Felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül testvéri közösségben figyelhetünk arra, aki a középpontjában áll ennek az egész ünnepnek, ugye a mi úrunk Jézus Krisztusunk, akinek az eljövetelét szimbolikusan jelképezi ez a békeláng is, ahogy a névben is benne van, elhozza a világ békéjét, a maga a szeretetét, ezt pedig nekünk embereknek tovább kell adni. Orosz Attila hozzátette, egymás hite megerősíthet bennünket az ünnepi előkészületben.